A következő kísérletben egy gázfejlődéssel és egyben oxidációszám változásra járó reakciót mutatunk be. Sósabbba dobunk bele cinkgranulátumot, és megfigyeljük, mi történik a sósabb tartalmú kémcsőben. Heves gázfejlődés, meggyújtjuk. Jó, meggyújtja, rendben van. Hopp! A hevesen fejlődő hidrogént égő gyújtópálcával mutatjuk ki. Ez volt a túranógáz próba. Megnézzük, hogy a reakció közegben milyen a kémhatás. Folyadék másikba. A folyadék lakmusz indikátort helyezünk bele. Mehet. És azt látjuk, kicsit rázd össze a kémcsövet, hogy a lakmusz savas közegben piros szint ad, bár a sav jelentős része elfogyott. Most nézzük meg ugyanezt univerzál indikátor papírral a másik kémcsőben. Jó, egy kicsit megdöntöd a kémcsövet, hogy a folyadék érje el az univerzál indikátor papírt. Nagyon forró, ugye? Nagyon forró, jó. Az univerzál indikátor papír piros lesz.